Köszöntöm Önöket, a szubjektív vendége Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Már egy hónap sincs hátra a magyarországi választásokig. A VMS hogyan készül erre? Nagy erőkkel, de nem most kezdődnek ezek az előkészületi munkálatok, hanem már hónapokra visszamenőleg tartanak, illetve folyamatban vannak. Emlékeztetni szeretnék csak nagyon-nagyon röviden, hogy ez a második alkalom lesz, hogy a vajdasági magyarok, akiknek magyar állampolgárságuk van, illetve akik regisztráltak, részt tudnak venni a soron következő parlamenti választásokon, a listákra adhatják le a szavazatukat. Így volt ez 2014-ben, és így lesz most április 8-áig 2018-ban is. Az elmúlt hónapokban elsősorban azzal foglalkoztunk, hogy fölhívjuk az állampolgároknak a figyelmét arra, hogy az állampolgárság ténye az önmagában nem jogosítja föl őket, hogy részt tudjanak venni a magyarországi választásokon. Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, ahhoz regisztrálniuk kell, és sok embernek segítettünk abban, hogy fölvilágosítással és technikai segítséggel lehetővé tegyük számukra, hogy valóban részt tudjanak venni a levélszavazás útján bonyolódó parlamenti választásokon. Több tízezerrel nőtt meg azoknak a száma, akik így szereztek jogot a választásokon való részvételre. Ezt a folyamatot befejeztük, habár még március 24-éig mindazok, akik elmulasztották eddig, hogy regisztráljanak és szándékukban van, ezt meg tudják tenni. Elsősorban elektronikus úton van a legegyszerűbb és a leggyorsabb, de mi a magunk részéről végül is ennek a feladatnak az ellátását befejeztük, azt gondolom, legalábbis ami a nagy számokat illeti. Mindenkinek állunk rendelkezésére, hogy megfelelő segítséget megtegyük vagy megadjuk. És hát a napokban elkezdődött a kampány, amelyik egy klasszikus kampány lesz minden olyan elemével, ami a VMS-re jellemző kampányokon meg szokott jelenni, meg szokott mutatkozni. A médiában elindítottuk a figyelemfölkeltő, illetve hát a buzdító kampányt. Ezen túlmenően pedig elindult a terepi munka is. Ez miben zajlik le, ez a terepi munka? Ez lakossági fórumok sorában zajlik. Itt most a március 15-i rendezvényeket nem számítva, amik már most ebben a pillanatban folyamatban vannak, és vajdaság szerte több mint 50 lesz belőlük. Ezen túlmenően klasszikus kampányrendezvények is fognak lenni. Most úgy néz ki, hogy ezeknek a megbeszélt rendezvényeknek a száma már ebben a pillanatban több mint 90. Nem tudunk minden egyes településre eljutni, de nem lesz Vajdaságnak olyan területe, ahol nem fogunk megjelenni. Sok mindenről szeretnénk beszélni, az elmúlt időről szeretnénk beszélni, a választás fontosságáról szeretnénk beszélni, a jövőről szeretnénk beszélni, és arra szeretnénk a polgárok figyelmét fölhívni, hogy elemi érdekünk, hogy ezeken a választásokon részt vegyünk, és elemi érdekünk, hogy azt bizonyítsuk, vagy biztosítsuk a választásokkal, hogy azt a fajta építkezést és közös cselekvést, amit az elmúlt 8 évben a Fidesz-KDNP-vel karöltve elvégeztünk, azt folytatni tudjuk. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség mire biztatja az embereket, kire adják le voksukat? Hát elsősorban arra biztatjuk őket, hogy vegyenek részt a szavazáson, és hogyha részt vesznek a szavazáson, arra biztatjuk őket, hogy a Fidesz-KDNP-re adják le a szavazatukat. Ez nem jelent újszerű információt, az utóbbi hónapokban folyamatosan ezt kommunikáljuk. Az az igazság, hogy azt kell, hogy elmondjam, hogy ez a mi meggyőződésünk, ez egybeesik a közösség túlnyomó többségének az állásfoglalásával is. Úgyhogy ilyen szempontból nincsen nehéz dolgunk a meggyőzés vonatkozásában. Amikor az ember azt kellene, hogy összefoglalja, hogy miért tesszük ezt, és miért erre buzdítjuk az embereket, akkor egy egész sor érvet tud az ember fölhozni. Erről szól többek között a kampány, ezeket az érveket felsoroljuk. Én itt most az idő rövidségére való tekintettel csak 2-3-ra szeretnék rámutatni. Egyrésztről azért buzdítjuk a vajdasági magyarokat, mint Vajdasági Magyar Szövetség, hogy a Fidesz-KDNP-re szavazzanak, mert hogy stratégiai partnerek vagyunk, és a stratégiai partnerség arról is szól, hogy amikor az embernek a partnere csatában van, politikai csatában van, akkor
ahogy elvárjuk, hogy adott pillanatokban mi mellénk álljanak a partnereink, úgy, amikor a partnerek vannak csatában, akkor mi is odaálljunk melléjük. Ez azt gondolom, hogy teljesen logikus és teljesen normális, nem is kell nagyon magyarázni, mert az emberek értik, mert ez benne van a mi értékvilágunkban, a mi világszemléletünkben, a mi viselkedésünkben. A másik ok, amit fontosnak tartok kiemelni, azt gondolom, hogy az elmúlt években a két ország közötti kapcsolat elsősorban a magyarországi meghatározó politikai erők álláspontja miatt, vagy többek között amiatt olyan irányba haladt, ami azt eredményezte, hogy ma azt tudjuk mondani, hogy a két ország közötti kapcsolatok emberemlékezet óta ilyen jók nem voltak. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek nyitott problémák, amiket a mi közösségünk érdekében majd meg kell oldani, de ezek a problémák olyanok, amikről világosan, nyíltan, normális hangulatban tudunk beszélni a megoldásokat keresve. Elemi érdekünk az, hogy ez a fajta viszonyrendszer megmaradjon, mert ennek a legnagyobb haszonélvezői mi vagyunk, Vajdaságban élő magyarok, illetve Magyarországon élő szerbek. A harmadik ok, amit én fontosnak tartok elmondani, és itt rengeteg konkrét példával tudnék élni az elmúlt 8 év, vagy az elmúlt 4 év vonatkozásában, hogy ennek a kormánynak, ennek a politikai opciónak köszönve, a Fidesz-KDNP politikai erejének és nemzetben való gondolkodásának köszönve, egy olyan, olyan érdekmegvalósítási eszközrendszernek kerültünk a birtokába, ami azt megelőzően nem volt, és hogyha nem ők fogják folytatni az elmúlt 8 évnek a továbbvitelét a választásokat követően, akkor meggyőződésem, hogy ez meg fog szakadni nekünk, ez nem érdekünk se az intézményi támogatások vonatkozásában, se pedig a magánemberek, a családok támogatásának tekintetében. Itt csak mondjuk a tanyagondnoki rendszert szeretném említeni, vagy pedig a különböző családtámogatási mechanizmusokat, vagy a gazdaságfejlesztési programot, a intézményekbe megvalósított rengeteg befektetést, beruházást, fejlesztést. Azt gondolom, hogy ezeket nem szabad megkockáztatnunk, mert ez a mi számunkra egy olyan plusz lehetőséget jelent, amelyik ha nem lenne, akkor azt gondolom, hogy a mindennapjaink még sanyarúbbak és nehezebbek lennének, mint különben. Van arról tudomása, hogy eddig hány ember regisztrált a Vajdaságban? Egészen pontos nincs, ugyanis a regisztráltaknak egy része elektronikus úton regisztrált, és ott az elektronikus úton történő regisztráció egy kosárba kerül be, azon belül nem tudjuk, hogy hányan vannak, akik vajdaságiak, hányan vannak, akik erdélyek, vagy valahonnan a világ más részéből regisztráltak. Akik papír alapon regisztráltak, azoknak a száma több mint 60 ezer. Ezt a számot sikerült az elmúlt hónapokban jelentősen megnövelni. Én arra számítok, vagy úgy kalkulálok, hogy körülbelül olyan 80 ezeren biztos vannak Vajdaságból, vagy vajdasági lakcímmel rendelkezők, akik elsősorban itt élnek, és akik regisztráltak. Az ő mozgósításuk volna nagyon-nagyon fontos. Ez nem azt jelenti, hogy mi egészen biztosan egy listás mandátumot tudunk biztosítani, de közel vagyunk ahhoz, hogyha mindenki szavaz, és mindenki egy irányba szavaz, és úgy szavaz, ahogy javasoljuk, akkor ez egy mandátumot tud jelenteni a Fidesz-KDNP listáján. Említette, hogy a Magyar Kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség ugyebár stratégiai partnerek, ugyebár önöknek több közös projektje fut Vajdaságban az MNT-vel is karöltve akár. Ezeket miként befolyásolhatja a választás? Hát azt gondolom, hogy alapjaiban befolyásolja. Abban az esetben, hogyha nem a Fidesz-KDNP nyer és lesz neki parlamenti többsége, illetve kormányoz Magyarországon, az utóbbi hónapok tapasztalatai alapján, annak alapján, amit az ellenzéki, mostani ellenzéki magyarországi pártok megnyilatkozásából az ember le tud szűrni, akkor arra következtetésre lehet jutni, hogy az ő nemzetben való gondolkodásuk, vagy nem gondolkodásuk egészen biztos azt eredményezni, hogy ezek a programok jelentős részben kurtulnának, vagy pedig befejeződnének. Ez semmiféleképpen nem érdekünk. Az az érdekünk, hogy ezt az építkezést, amit elkezdtünk, ezt folytatni tudjuk. Erről az építkezésről hogyan értékeli ezt az időszakot a Prosperitáti Alapítvány, a Vajdasági Magyar Szövetség gazdaságfejlesztési programja? Ezeket mind a magyar állam támogatja. Így van.
Ez úgy működik, úgy működött eddig, hogy mi raktuk le az asztalra az elképzeléseinket, és ahhoz kértük a magyar kormánynak a támogatását, így volt ez a gazdaságfejlesztési programmal is. Szeretném ezen a példán is azt bizonyítani, hogy nem diktátumról van szó, hogy Budapesten valaki megmondja, hogy mi mit kell, hogy kitaláljunk, és mit kell, hogy csináljunk. Elsősorban mi vagyunk azok, akik az alapötleteket lerakjuk az asztalra, és közösen megbeszéljük, hogy abból mi valósítható meg. Ez nem csak politikai kérdés, vagy a politikai döntés függvénye, hanem a magyar költségvetés teljesítő képességének is a függvénye, de az utóbbi években ez úgy alakult, hogy a magyar állam költségvetése rendelkezik olyan erőforrásokkal, hogy azt a határon túli magyar közösségek javára tudja fordítani, annak egy részét a javára tudja fordítani gazdaságfejlesztés szempontjából is. Ezek nagyon-nagyon jelentős pénzek, és pár évvel ezelőtt senki közülünk erről igazán komolyan még álmodozni sem mert volna. Ezt is közösen értük el, és a választásnak többek között ennek a fönntartása az egyik komoly tétje. Én nagyon pozitívan értékelem a mögöttünk levő két évet, most az ötödik pályázati körünk van folyamatban, több mint 7000 sikeres pályázat volt, az érdeklődés az folyamatos. Egy olyan időszakon mentünk keresztül az elmúlt két évben, amikor a tervezett lépéseket a tervezett dinamika szerint tudtuk végrehajtani, és az, amit elgondoltunk, az, amit az emberekkel folytatott beszélgetés alapján pályázati lehetőségként megfogalmaztunk, az találkozott az embereknek az érdeklődésével és elvárásával. Nagyon-nagyon sok embernek sikerült segíteni abban, hogy gazdaságilag, egzisztenciálisan meg tudjanak erősödni azok, akik úgy döntöttek, illetve úgy döntenek, hogy itt a szülőföldjükön kívánnak boldogulni. És nem csak segítettek, hanem most is folyamatban van ez a segítés, hogyha meg lehet ezt így fogalmazni, ugyanis több nagy beruházás, munkahelyteremtés van most is a Prosperitáti Alapítványon keresztül. Folyamatosan jelen van mindez ugye Vajdaságban. Ettől mit vár? Milyen folyamat lesz ez? Mi lesz a vége? Meddig tart? 26 ilyen nagy pályázat van, ebből 10 a földolgozóiparban és 16 pedig a gazdaság egyéb más ágaiban. Ez egyrésztről munkahelyeket teremt, másrésztről pedig elsősorban a földolgozóipar vonatkozásában egy olyan integrátori rendszernek a létrehozását tudja majd eredményezni, és eredményezi egészen biztosan, hogy létrehozunk egy kapcsot a földolgozók és az elsődleges mezőgazdasági termelők között. Ennek a kapocsnak a létrehozása egy szerződés, és ezt szeretnénk mi megerősíteni a beszállítóknak az erősítésével. Erre van most ebben a pillanatban kiírva pályázat. Itt arra számítunk, hogy körülbelül a 4500-en fognak pályázni minimum sikeresen. Ez az érdekünk, hogy ne csak a nagyokat erősítsük meg, hanem az ő beszállítóikat, a kis gazdaságokat, mert ott van a tömeg, amíg mi lakosságunk egy jelentős része ezzel foglalkozik. És hogyan tovább? Lesz-e folytatása a gazdaságfejlesztésnek? Én remélem, hogy lesz. Ezzel kapcsolatban, ez a választásoktól? Ezzel kapcsolatban mi már készítjük az elképzeléseinket, és azt gondolom, hogy jelentős mértékben függ a választásoktól. Ha nagyon le akarja az ember egyszerűsíteni, hogy mi ennek a választásnak a tétje, akkor úgy fogalmaznék, hogy ennek a választásnak például az is az egyik tétje, hogy ezt folytatni tudjuk-e. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ezt folytassuk, ezért fektetünk akkora energiákat a kampányba, mint amit fektetünk, illetve fektetni fogunk az elkövetkező időkben, illetve szeretném elmondani, hogy semmiféle szabályt nem áthágva, mindenféle itteni és választási magyarországi szabályt betartva, szeretnénk mindenkinek segíteni abban, hogy amikor leadja a szavazatát, akkor azt a melléklendő ívet pontosan töltse ki, hogy kevesebb legyen az érvénytelen szavazat, mint 4 évvel ezelőtt volt. Elnök úr, holnap van március 15-e. Mit üzen 2018-ban a vajdasági magyarságnak ez az ünnep? Hát azt gondolom, hogy mindig ugyanazt üzeni, és mindig egy picikét mást. Ez a szabadságról szól, a nemzet szabadságáról szól, a nemzet függetlenségéről szól. Az idén ez egy kerek évforduló, 170 éve múlt, vagy 170 év múlt el a 48-as forradalomtól, és ez a 170 év nem volt könnyű, nem volt egyetlen egy év se, amelyik könnyűnek mondható, és mégis megmaradt a nemzet, és mégis megmaradt a vajdasági magyar közösség.
Ez az az üzenet, amiből erőt kell, hogy merítsünk, mindahhoz, ami előttünk áll április 8-án, illetve az azt követő hetekben, hónapokban és években. Én egészen biztos vagyok abban, hogy a vajdasági magyar közösség egy életerős közösség, és ebből az ünnepből is építkezni fog. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásokat. Köszönöm szépen a meghívást.